Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG-i tesztek. Mellettem pedig... Jóló Jenő. Tehát mellettem Boris, a Russian Gözler, és kezünkben, illetve kazánunkban nem soká a Ruby's Originals-nak lesz a szettje, mert ugye kompletten a szériát megkaptuk, mindjárt megmutatom a kamera alatt, hogy... Hogy néz ki ez a degusztációs menü egyébként. Tehát itt ír magáról is, itt van, hogy 10 vagy 30 millis flakonban lehet ezeket megkapni, 0-tól 12-es erősségig. És sorba jönnek, egyébként tetszik nagyon ez a vonulat, hogy ilyen pin-up görlös, és nincsen túl misztifikálva a dolog egyébként, ez már a plastik flakon méghozzá szerintem ez a TPD, konform, vékony cseppentővel, és itt van Betty, Vera, Nancy, Rose, Ruth és Peggy, aki a végén Pucsi. Olyan, mintha a piros bugyia, igen, kilátszana, és Pucsit a drága Betty. Annyit kell róla tudni egyébként, hogy ezt a likvidet egyébként az a csaj küldte, akinek a bátyja csinálja a Traitort, és annak a mindenféle testvéreit. Angliában székelnek egyébként, és ő azt mondta, hogy ő elzárkózna attól, hogy a kettőt bármilyen szinten is egy kalap alatt említsük, mert ha nem ízlik ez, vagy nem ízlik az, akkor ne legyen levágja kihatással a másikra. Mindegy. Ugye hát látod, hogy outfitjében sem az, mint a Traitor, de árában sem egyébként. Megígérte, hogy küld pólót, én meg örültem, hogy a találkozóra majd elviszem, és valakinek kisorsoljuk, de nem küldött pólót. Na majd ráírok, hogy hol a póló asszony? Úgyhogy kezdjünk is neki ennek a degusztációs menünek. Én hármast kértem mindegyikből. Vera. Verával kezdünk, aki harisnyában és magas sarkú cipőben fogad bennünket, tessék a szűz kazánodra, szűz vattádra, mert te ilyen vatta huszár vagy. Egyébként mondom neked, hogy Veráról mit lehet tudni. Oho, Vera egy mojito twist egy apró, pici kis áfonyával. Csavart mojito. És csavart hát mojító. Azt mondja, hogy amit nem mutattunk, én a Little Origennel tolom. Én meg a Nektár Nanóval. Of course. És nekem 430-as náci húzal van benne. Én kérek elnézést. Na, csapassuk. Nézzük meg. Azt mondjam, amire gondolok. Vécéillatosító. A mojito nekem. És azon kívül... Kellemes. Meg egy picit azt, mert én már is szívtam. Teszméletlen. Tessék. Hoppá! Hoppá! Buli van! Cseppmentes. Nem TPD cseppe. Komfort. A bizony nem csepeget ki. Felkezd majd gyújtanunk az üdögbarnitúra. Én is nyomok még rá. Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Úgy, hogy azt mondtad az előbb, hogy vécéillatosító? Most majdnem megégettem az orromat. Ízítottam, és utána így elkezdem szagolni. Bám! De kóstoljuk meg egymásét, hogy milyen. Az a baj, hogy nem nagyon ittam még mojítót. És nem tudom, hogy hozza a mojítós jegyeket. Én sem vagyok ilyen koktélos.
Édes, édesnek édes. Várj, de ez piszkos mojító, ám oda néz. Nóti. Ó! Nóti. Hát akkor lehet, hogy ez nem is rendes mojító. Még nem piszkos. Milyen arányban van ez? PG-VG? Az rá van írva? Mindjárt kiderítem a degusztációs menüjéről. A drágaság. Na, hol írod? Fuck no. Üvegen nincsen. Mindjárt megnézzük az üveget is. Monopropilén glikol. Nem sztereó. Hát egy szájjal szív. Hülye. Nem. Batch number van. Meg hogy meddig jó. Így a gőzből elnézve szerintem VG töbletű. Hát nem. Nem? A lámpa zavar meg szerintem téged. Ez 50-60. Nincs 60. Hát nézd meg, hogy lötyög. Az igaz. Hopp, hopp, hopp. Nem TPD konform. Minden esetre erősen túlzó volt, nem tudom milyen a mohító. Nem, inkább mohítósabb, mint áfonyás. Igen. Áfonyát azt nem annyira lehet érezni, lehet, hogy a mohító ilyen, akkor igen. Kóstold meg. De ebből nem tudom mit fogsz írni. Egyébként te most TC-vel szívod? Aha. Nem érzek különbséget különben. Ez meg az között. Hát annyit érzek, hogy a tiéd levegősebb és egy picivel nekem gyengébb az íze. De te gőzére semmi panasz. Arra nem, az nagyon van neki. Punetti. Ízlik. Ah! Ízlik, ez már üvegszál volt. Aha. De nem vatta. De mindegy, ezt már nem csöpizem meg újra. Nekem ez üzlet. Na, akkor foglald össze, hogy te mit gondolsz róla. Hát ha ilyen íze van a mojitónak, akkor jó. De. Irány a parti. De. Hát egy ilyen picit citrusos. A ízét azt nem érzem benne. Az áfonyát. Ilyen picit ilyen kesernyésebb citrusos. Viszont édes. Édes nóti, is. Nóti. Nóti mojító. Édeskés is. Én ezt szívnám egész nap különben szerintem. Jó barátnőd lesz vele akkor. Na, íz, gőz. Hányaske, százas skálán nyomjuk, akkor az ízre adok mondjuk egy olyan 70-et. Gőzre simán 80-at is. Akár 90-et is, mert... Az van neki. Mégiscsak csöppentek. Na, nálam egyébként ez volt az egyik, ami nekem íz lett, Vera. Verára adok én is ilyen, hát legyen 75, az az arany szívem. A gőz az szerintem, mennyit adta? 80-at? Aha, sőt, lehet, hogy az is 85. Szerintem egész nap szívható. Jó, Vera kifejezetten jó, úgyhogy Verát megtartjuk. Vera jó. Akkor maradjunk annyiba, szóval. Hogy Verát megtartjuk. Ez az íz tetszett nekünk. Reméljük, hogy nektek pedig a videó. A sorozat következő részében egy újabb Ruby's Originals Liquiddel fogunk megismerkedni. Újabb lánnyal.
újabb lány a pin-up girl-ök sorában, úgyhogy tartsatok akkor is velünk. Még az is lehetne egy teszt, hogy kifújod a szakálladra, és valaki lenyalogatja, de az nem én leszek. Hát keressünk valakit. Verát. Hol van Vera? Itt a flakonod. Na, de nem jön ki a flakonod. Én kérek elnézést. Oké, sziasztok! Hello!